Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Minden szentek havában járunk, épp a napokban ünnepeltük, és aztán másnap a halottainkról is megemlékeztünk. Most pedig egy őszi vasárnappal folytatjuk együtt közös utunkat. Szentmisénket elhunyt János, szülők és testvérek lelki üdvéért mutatom be. Bizony sokszor tapasztalhatjuk, ha csak a szavunkkal akarunk tanítani, nevelni gyerekeinket, akkor vajmi kicsin tud lenni ennek a hatás foka. Az alsós gyerek még eljön szülei akarata szerint, mondjuk ide a templomba. Felsős már csak az időt tölti el, nagyobb gyerek meg akár nyíltan ki is mondja, miért menjek, ha ti, apu, anyu, nem mentek. Farizeusokon is valami ilyesmit kifogásol Jézus. Tanítják ugyan, de nem teszik. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg, amivel egymást meg a Jóistent szomorítottuk meg az elmúlt napok során. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk! Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, s vezessen el az örök életre. Thank you.
könyörögjünk. Mindenható irgalmas Isten, a te kegyelmed műve, hogy híveid méltóképpen és tetszésed szerint szolgálnak neked. Add kérünk, hogy minden akadályt legyőzve elnyerjük a megígért boldogságot. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Malakiás proféta könyvéből. Én vagyok a nagy király, mondja a seregek ura, és nevel félelmetes a népek között. Most ezt az én tervet intézem hozzátok magam. Ha nem hallgatjátok meg, és nem szívelitek meg, és nem dicsőítitek meg nevemet, mondja a seregek ura, akkor átra küldök rátok. Ti letértetek az útról, sőt sokan elbuktak tanításatok miatt. Ti felbontottátok Lévi szövetségét, mondja a seregek ura. Én ezért megvetetté és alávalóvá tettelek benneteket az egész nép előtt, mert nem jártatok útjaimon, hanem a tanításban az emberek személyre voltatok tekintettel. Vajon nem egy atyánk, hanem mindannyiunknak? Vajon nem ugyanaz Isten teremtette minket? Miért viselkedünk akkor egymással szemben áruló módon, megsértő atyáink szövetségét? Ez az Isten igény. Fáradozásokra és kemény munkánkra. Éjjel-nappal dolgoztunk, hogy senkinek ne legyünk a terhére. Így hirdettük nektek Isten evangéliumát. Ezért szüntelenül hálát adunk Istennek, hogy amikor Isten szavát hallottátok tőlünk, nem úgy fogadtátok azt, mint emberi tanítás, hanem mint Isten szavát, amint valóban az is. Bennetek is, akik hittetek, hatékonynak fog bizonyulni. Ez az Isten igéje.
az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így beszélt a tömeghez és a tanítványokhoz. Mózes tanító székében az írástudók és a farizeusok ülnek. Tegyetek meg és tartsatok meg ezért mindent, amit mondanak nektek. De tetteikben ne kövessétek őket, mert tanítják ugyan, de maguk nem teszik azt. Súlyos, sőt, elviselhetetlen terheket kötöznek össze, és helyeznek az emberek vállára, de maguk egy ujjal sem hajlandók mozdítani rajta. Amit tesznek, azért teszik, hogy lássák őket az emberek. Szélesre szabják imaszíjukat, és köntösükön megnagyobbítják a bojtokat. Vendégségben szeretnek a fő helyekre ülni, zsinagógában pedig az első székekbe. Elvárják, hogy az emberek köszönjenek nekik a főtereken, és hogy rabbinak, azaz mesternek szólítsák őket. Ti ne hívassátok magatokat mesternek, mert egy a ti mesteretek, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. De atyának se hívjatok senkit magatok közül, mert egy a ti atyátok a mennyei. És tanítónak se hívassátok magatokat, hisz egy a ti tanítótok, Krisztus. Aki a legnagyobb köztetek, az legyen a többi szolgája. Aki önmagát magasztalja, azt megalázzák, s aki önmagát megalázza, azt fölmagasztalják. Ezek az evangélium igéi. Isten hozott mindenkit, kisebbeket, nagyobbakat. Igazából Malakiás próféta könyvét nagyon ritkán olvassuk. Most is csak egy rövid részletét vettük. Ez az Ószövetségi könyv az elejétől a végéig voltaképpen az Úr és a választott népe vitáját rögzíti. Malakiás próféta idején újra fölépül a templom. Ez Krisztus előtt 515-ben megtörténik. És benne a papság lelkesen kezdi meg a szolgálatot. Igen ám, de idővel ellanyhulnak, sőt, mi több, elvilágiasodnak. Nem az Isten iránti szeretet vezette a szolgálatukat, hanem sokkal inkább a kényelem meg a megszokás. És bizony ez a magatartásuk, mint vezetőknek, ezt látva, a népre is, másokra is átragadt. Picit itt hadd álljak meg. Két hete, amikor Pakson voltam, Cserebere kapcsán, akkor éppen egy 60 éves jubiláló házaspárt áldottam meg mise végén. Talán vannak idén is jubilánsok is,
meg vannak, akik nem kerekek, de azért megvolt az évben, az év során a házassági évforduló. Ahogy nekünk papoknak is a szentelési évfordulónk. Gondoljunk csak bele, milyen borzasztó a házas párok, vagy éppen mi papok, csak megszokásból és csak kötelességből lennénk együtt, és nem szeretetből. A próféta ezért feddi, fenyegeti ott akkor a papokat, és megújulásra szólítja föl őket. De azt gondolom, hogy ez a megújulás mindannyiunk számára fontos. Ősz az mindig a termények betakarítása, meg finomabbnál finomabb gyümölcsök megélelésének az ideje is. Hogy tegyünk azért, hogy a kapcsolataink éretten is szépek legyenek. Mélységük legyen. Szítsuk a tüzet magunkban. Isten elsősorban tehát azért vitázik, hogy a kapcsolatukat helyreállítsa. Vagyis nem ellenetek szólok, hanem értetek, és miattatok. Múlt vasárnap hallottuk a fő parancsot. Annak az első felével, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szíveddel, teljes lelkeddel és egész értelmeddel. Malakiás idején pont ez a teljes, egész, minden. Ezek azok, amik hiányoztak a papokból, meg a nép szívéből. És könnyen meg lehet, hogy pont ez a teljes szív, teljes lélek és egész értelem, minden erő. Ez nem csak Malakiás idejében hiányzott az emberekből, hanem akár manapság belőlünk is. Hadd mondjam, hogy ez az őszi vasárnap időjárás szempontjából olyan, amilyen őszi, milyen legyen. De hogy arra hív meg, hogy ezt a belső tüzünket egymás felé, Isten felé szítsuk föl. Ezzel éljünk. Ezzel akarjuk folytatni. Farizeusok sokszor valamilyen erény nevében követték el a szeretetlenségüket. Például náluk a rend, az a szeretet meg a barátság, közvetlen kapcsolat szerepét pótolta. Ez a tak, 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 így. Ne így, hanem így legyen. Ez a rend. Nyilván a családjainkban is kell a rend. Még hadd mondjak egy másik szót is, amitől én nem félek. Fegyelem. Ez is kell. De csak szeretettel. Mert abban a családban, ahol rend és fegyelem van csupán, de szeretet kevésbé, az olyan, mint egy laktanya. Onnan az ember csak elkívánkozik.
jó messzire. Aztán a papok bűne, amit Malakiás ostoroz, abban is áll, hogy fölbontották az Úrral való szövetséget. Tehát nem csak arról van itt szó, hogy elkövettünk ilyen bűnt, olyan bűnt, hát bűnösök vagyunk, ilyen az ember. A szövetséget bontották föl. Az itt szereplő eredeti héber szó egy ilyen árnyalatot is ad, hogy megrontották ezt a kapcsolatot, ezt a szövetséget. És így módon letértek az eredeti hivatásuktól. Szekszár, Tolna, meg vidéke, ilyen bortermelő vidék, alkalmasint, ha már nem vezetek, mondjuk a száraz vörös bort, azt szeretem. De jártam már úgy, hogy ki kellett öntenem, mert lőre lett belőle. Rossz bukéja lett. Megromlott. És ha valaki engem arra kényszerített volna, hogy akár így van, akár úgy, igyam meg. Hát nem tudom, hogy lement volna-e. Én most csak borról beszélek. Megromlott borról, ami nem való másra, mint hogy kiöntsük. Itt többről van szó, kapcsolatról, szövetségről, ami megromlott, és felbomlott. És itt jön az evangéliumban Jézus kritikája a farizeusok fölött, akikről elmondja ugyan, Mózes tanító székében ülnek, ezért tegyetek és tartsatok meg mindent, amit mondanak nektek. A tanítás még az ő szájukból is igaz. De tetteikben ne kövessétek őket, mert tanítják ugyan, de maguk nem teszik azt. És aztán úgy bírálja őket, hogy azt a három szót, amit a farizeusok szerettek csak maguknak kisajátítva, amolyan titulusként használni, hogy az emberek így szólítsák meg őket. Szóval ezt vitatja el majd Jézus tőlük. Ők szerették, hogyha atyának, mesternek, nem is akárkinek, rabbinak, mesternek, meg tanítónak mondják őket az emberek. Titulusokhoz ragaszkodtak, nekünk ez jár, közben nem szeretettel, messze nem szeretettel, és alázatosan szolgáltak, mint a nép vezetői. Ez a bűnük, és ez a baj velük. Önteltek lettek. Pedig gondoljunk bele, Atya, ez egy szeretettel összekapcsolódó megszólítás és szó. Mester, aki kinyitja másnak a értelmét, hogy eligazodjon ebben a világban. Szóval
mester és tanítvány között is ott van ez a bensőséges viszony, kell, hogy legyen. És egy tanító is nem csak az értelmét kell, hogy megérintse tanítványának. Egy tanító az nevel is, az értelmet meg a szívet is kell, hogy nyitogassa. Ez megint egy egészen közeli relációra mutat rá. Mivel ez nincs bennük, ezért vitatja el ezen megszólításokat, címeket, titulusokat ezektől a vezetőktől. Minden esetre, hogy az olvasmány egyfajta korholás, az evangéliumban is ott van egyfajta vita és korholás, azért a mai ige liturgiában, a Szentleckében Pál apostolnak a jó példája is előttünk áll. Ő így beszél hivataláról. Olyan gyengéden viselkedtünk körötökben, mint a gyermekét dajkáló anya. Annyira közel álltatok szívünkhöz, hogy nem csak Isten evangéliumát, hanem életünket is nektek akartuk adni. Ennyire megszerettünk benneteket. Éjjel-nappal dolgoztunk, hogy senkinek ne legyünk a terhére. Ezekről vall Pál. És mint Krisztus apostola, nem akárki megtérése után. Egy vezető, aki akár követelményekkel is előállhatott volna, mert tekintélye van. De ő nem ezt helyezi az előtérbe, hanem a gyengétséget. Úgy viselkedtünk körötökben, mint a gyermekei dajkáló anya. Aztán, hogy közel álltatok a szívünkhöz. Mi nem csak Isten evangéliumát akartuk átadni nektek, hanem életünket is nektek akarjuk adni. Ennyire megszerettünk titeket. Ahogy Krisztus is föláldozta magát értünk szeretetből. Aztán éjjel-nappal dolgoztunk, hogy senkinek ne legyünk a terhére. Lemond úgymond a papi fizetéséről. Civil munkából tartja el magát, hogy ne vádaskodjanak ellene. Annyi mindent megtesz szeretetből. Ez is itt van a mai szentmisénkben. Nem arról van szó tehát, hogy holnap majd a suli kezdődik, tanárainkat ne szólítsuk tanítóknak. Vagy apunak ne azt mondjam, hogy apu, hanem kereszt néven szólítsam, ami butaság lenne. Meg egy papot ne lehessen atyának, lelki atyának szólítani. Nem erről van szó, hanem szeretetben éljük meg ezeket a kapcsolatainkat, és akkor már jogos mindez. Egyébként meg mindannyian valahol mesterek, tanítók, atyák vagyunk. Egy 7-8 éves iskolás kisgyerek, nálánál kisebb, kiscsoportos ovis testvérének például tanítója, óhatatlanul. És ez működik a családban, mert amit ő tanul az iskolában, azt az óvodás is már
szívja magában egyúttal. Jót is, rosszat is. Szóval, hogy példakép lenni. Aztán, ahogy egy felsős tagozatos, meg az alsó tagozatos testvéreinek. Ahogy a szülő, nagyszülő a gyerekének, unokájának. Jézus azt akarja tehát, hogy tekintély, példa és tanítók legyünk, de hozzá hasonló módon. Hiszek egy Istenben, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt, halottak közül, fölment a mennybe. Mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem katolikus Anya Szent Egyházat, szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, test föltámadását. Imádkozzunk mennyei atyánkhoz a hit szerinti élet kegyelméért. Aki bizalommal és alázatosan kéri, azt meghallgatja az Úr. Hogy főpásztoraink és papjaink szavukkal és életünk példájával hirdessék az evangélium tanítását. Hogy hívő néped életét meg ne fertőzze a fariseusi magatartás. Hogy a világ népeit, a keresztények áldozatos szeretetéből ismerjék meg az evangélium igazságát. Hogy szenvedő testvéreink a kereszt türelmes hordozásával mutassák meg, hogy Krisztus nyomában járnak. Hogy egyházközségünk tagjai belső meggyőződésükből fakadó magatartásukkal tapsítsák keresztényünket. Mennyei Atyánk, segíts minket gyermekeidet, hogy a Te igéd elfogadása jó cselekedetekben nyilvánuljon meg bennünk, Krisztus, a mi Urunk által. Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, legyen kedves előtted ez a
tiszta áldozat, s árassza ránk bőven szent irgalmadat. Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, élő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. A te boldogságod teljes, ami dicséretünk nélkül is. Mégis megadod, hogy jóságodért hálát adjunk. Ami magasztalásunk nem tesz nagyobbá téged, nekünk azonban üdvösségünkre válik Krisztus által. Ezért az angyalok kórusához társulunk, dicsőítünk téged, és újjongva zengjük. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt. Árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus, teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott. Odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka.
ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, fölajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyháza sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, László püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, köztük Jánosról, szülőkről és testvérekről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, szent apostolokkal, ma ünnepelt Szent Imre herceggel, Szent II. János Pál pápával és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele, és ő benne. A tiéd minden ható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön, örökké. Amit mondanak, tartsátok meg, de tetteikben ne kövessétek őket, mondja Jézus. Arra hív, hogy legyünk jobb férjek, feleségek, apák, anyák, testvérek, papok. Ez a jobbsághoz kérjük a kegyelmet. Mi Atyánk, szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjünk ki szívből egymással.
Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Kérünk, Urunk Istenünk,
növekedjen bennünk egyre hatékonyabban kegyelmed, s a mennyei szentség ereje jóságodból tegyen alkalmassá arra, hogy elnyerjük ígéreteidet. Krisztus, a mi Urunk által. Hétfőn, kedden, szerdán 7 órakor tartunk misét, reggel, holnap énekes mise lesz elhunyt Antal szülők, nagyszülők lelki üdvére. Kedden csendes mise Mária és Antal lelki üdvéért. Szerdán, ahogy említettem, csendes mise. Aztán pénteken este 5 órakor csendes mise, és 6-ig majd csendes adoráció. Szombaton 16:30-tól gyóntatok, előesti szentmisét dr. Pelényi Attila testvérünk lelki üdvéért mondjuk, temetése után, és jövő vasárnap Füstös Istvánné született Schilling Mária lelki üdvére ajánljuk fel a szentmisét. Aki még szeretne naptárt venni, sekrestjében megteheti. Most szerdán 8-án reggel 8 órától templom takarítás lesz, aki tud, jöjjön és segítsen. November 11-én szombaton segítséget kérek a plébániára is, férfiak, asszonyok, fiatalok részéről. Lebontott kerítés sít eltakarításában, amit konténerbe fogunk majd elhelyezni, és az udvar rendbe tételihez. 8 órától kezdenénk, valamennyi szerszám van, de aki tud, azért hozzon lapátot, talicskát, seprőt, meg ilyen eszközöket. Első áldozók és bérmálkozók szüleit várom egy találkozásra november 13-án hétfőn 5 órától. Férfi találkozó lesz Szekszárdon 17-én pénteki napon 6 órától püspök atyával vármegye háza dísztermében, majd pakson rá egy hétre 24-én. November 18-án szombaton előre hirdetem, Caritas csoportunk Szent Erzsébet ünnepét tartja. Ünnepi misénk 5 órakor kezdődik, benne a szekszárdi kamarakórus szolgál, énekel, aztán Erzsébet cipók megáldására is sort kerítünk, és az elkötelezett tagok ígéretének megújítása is lesz, és mise végén pedig majd agapé. Tudjunk ezekről. November is, ha úgy tetszik, mozgalmas lesz, csak adjuk bele magunkat. Avval kívánok szép vasárnapot, hogy nem csak a kályhákat kellett most már úgy elindítani, hogy meleg legyen, ezt a belső parazsunkat is szítsuk föl egymás felé, Isten felé. Ez is égjen. Erre adom az áldást. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Szentmise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak.